Titóról, illetve titokultuszról fogunk beszélni. Józsi Dezsman történész a vendégem Szlovéniából. Mr. Professor, thank you for professzor being úr, here. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt van velünk, nagy megtiszteltetés. Köszönöm a meghívást. Múlt évben egy hetet Koperben, Szlovéniában töltöttünk, és egy hegytetőn volt az apartmanunk gyönyörű kilátással a tengerre, de hátrafelé volt egy mező, amely gyakorlatilag négy betűt tette ki fehér kőből, óriási nagy méretben, és az volt oda, hogy Tito. Akkora volt, hogy még a Holdról is lehetett látni. Ön azért van itt, mert történészek találkozóját, konferenciáját tartják majd itt Budapesten, méghozzá Tito örökségéről, a jugoszláv időkből. Pontosan mi Tito emlékezete ma? Szeretném azt mondani, hogy ez nem egy egyirányú utca, hiszen néha megváltoztatták Titóról Fidára, de ez a kulturális háború, a kultúrharc része, ami Szlovéniában zajlik, ahol az emléke politikai harc megy, de a kutatásunk szerint, hiszen a kormányzati bizottság vezetője vagyok, amely a titkos tömegsírokat tárja fel az elmúlt 20 évből, és kiderült, hogy csak Szlovéniában mintegy 800 helyszín van, ahol összességében mintegy 1000 áldozat található, akik tömeggyilkosságok áldozatai voltak, akiket a második világháború után öltek meg, és ezek az áldozatok, róluk való beszéd az tabu volt, nem lehetett sírjuk, nem lehetett emlékezetük, és az egész Jugoszláviában, miután a szerb vörös hadsereg ugye 44 őszétől 46-ig mintegy negyed millió civilt, illetve hadifoglyot mészároltak le. Úgyhogy a szlovén esetben több mint 15 ezer áldozat neve maradt fenn, úgyhogy gyakorlatilag a lakosság 1%-át megölték a háború után. Összességében több tízezer horvát és bosnyák található ezekben a tömegsírokban, több mint tízezer montenegrói, néhány ezer szerb és több tízezer német hadifoglyot is lemészároltak. Ezt nagyon titokban tartották. És azok az emberek, akik továbbra is beszélnek erről, vagy megpróbálják fenntartani ennek az emlékezetét, és akik szeretnék, nyilvánvalóan nagyon sokan fel szeretnék tartani a hazugságot, és az igazságot el akarják rejteni, de az igazság előjön, hiszen a legutóbb egy olyan tömegsírt tártunk fel, ahol szlovén áldozatok voltak, méghozzá hadifoglyok, 3500 hadifogoly. Úgyhogy kiderülnek ezek a tények. Tito ebben az időszakban, tehát a második világháború után egy borzalmasabb mészáros volt, mint Sztálin maga. Van egyfajta nosztalgia. Ez az, amiről beszéltem, ugye ezek a betűk, amikről beszéltem. De amikor megálltunk Ljubljanában, ahol egy kis piac található, ami tele van különböző Tito emlékekkel. Igen, hát 2009-ben a Hudajamában tártunk fel egy tömegsírt egy szénbányában. 1410 áldozat nyugodott itt, és ennek az volt a következménye, hogy a ljubljanai önkormányzat átnevezte reakcióként az utcát Titóra, tehát Tito után nevezték. 2011-ben volt már erről egy vita. Szlovénia jelenlegi elnöke azt mondta, hogy ez egy másodrangú probléma, el is veszítette a következő választásokat, tehát nem egy egyszerű probléma ez. De ezek a régi erők, és ezek nem csak idős emberek, ezek a régi erők, mert az új szlovén kormány, amelyik nagyon fiatal, megtiltotta a kommunizmus áldozatainak emléknapját, illetve a szlovén függetlenség múzeumát bezárta, és a kulturális minisztérium pedig
a kommunista pártot ünnepelte, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy azt gondolom, hogy valami olyan dolgot csinálnak, ami neosztálinizmusnak fogható fel, én ennek hívom. Nagyon furcsa koalíció a régi fiúk és az új progresszív baloldal között. És ugye megint csak Szibériába fogunk menni, úgy tűnik. Nem túl kellemes a helyzet. Nem szeretnék túl messzi menni, de ez a helyzet lehet egyfajta kultúrháború, nevezhető kultúrharcnak. Igen, tudja, és hát ezért is vagyok itt. Különösen az, amit a baloldal úgy hív, hogy fasiszta kormány, ugye a fasiszta kormányt Európában nagyon gyakran azzal vádolták annak idén, hogy valami borzalmas dolgot tett, de azt gondolom, hogy a valódi válasz az az, ugye nekünk is van problémánk a nyelvünkkel, mint ahogy önök ezt tudják, de alapvető a kelet-európai népek számára, hogy lefordítsák, elmondják, hogy milyen volt a tapasztalatuk a totalitárius rendszerekkel, és bemutassák a nyugatnak, hogy ez nem egyszerű probléma. Nem állíthatjuk be a kommunizmust úgy, mintha ennek lenne emberi arca, ilyen egyszerű. Ön tehát itt van Budapesten, azért hívták meg, hogy beszéljen erről, hogy azt... Igen, nagyon örülök, mert mindkét ország szélsőséges erőszaknak volt kitéve, és szélsőséges terrorizmus valósult itt meg. Nem szeretnék az kommunizmusról beszélni, hiszen a magyaroknál más volt ez egy picit, mint nálunk, de ezek a problémák, amikkel szembe kell néznünk, ezek az társadalom összetételének problémája. És nem lehet összehasonlítani a tapasztalatainkat, hiszen a kommunizmus során nem tudtuk, hogy Szlovénia majdnem 100 000 embert veszített el a háborúban, a forradalomban, és így tovább, a polgárháborúban, ami majdnem 10%-a a lakosságnak. Összevethetjük a magyar emberveszteséggel, és akkor megértenénk, hogy milyen hosszú távú következményei vannak ennek a borzalmas szenvedésnek. Mr. Dezsman, thank you for coming. Dezsman úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Köszönöm szépen.